használjatok fényvédőkrémet. Ha jövőt illetően csupán egyetlen tanácsot adhatnék, az a fényvédőkrém lenne. A fényvédőkrém hosszú távú áldásait a tudósok igazolták. Viszont a többi tanácsomnak nincs semmi egyéb alapja, mint saját összekuszálódott tapasztalásaim. Élvezzétek ifjúságotok hatalmát és szépségét! Ó, ne is törődjetek vele, hogy ifjúságotok hatalmát és szépségét addig nem is érthetitek, még el nem múlik. De higgyétek el, 20 év múltán fényképeiteket láttán, eszetekbe jut majd, amit most még nem is vehettetek észre, hogy mennyi lehetőség várt rátok, és hogy milyen mesésen néztetek ki. Nem vagytok úgy elhízva, amennyire beképzelitek. Ne aggódjatok a jövő miatt, vagy aggódjatok. De tudnotok kell, hogy az aggódás körülbelül annyit segít, mint szöveges példának a rágógumi. A ti életetekben az igazi bajok olyan dolgok lesznek, amelyek szorongó elmétekben még soha nem bukkantak a felszínre. De egyszer, valamely álmos, keddi délután, úgy 4 óra felé, majd elsötétítik a látásotokat. Minden nap csináljatok valamit, amitől rettegtek. Énekeljetek. Törődjetek a más emberek érzéseivel. Ne tűrjétek, ha más emberek nem törődnek a ti érzéseitekkel. Használjatok fogsejmet. Ne pazaroljátok az időtöket a féltékenykedésre. Egyszer elkéstek vele, másszor meg még korai. A verseny hosszú, és a végén kiderül, hogy magad voltál az ellenfél. Ne felejtsétek el a dicséreteket, felejtsétek el a sértéseket. Ha ez sikerül, nekem is áruljatok a receptet. Ne dobjatok ki a régi szerelmes leveleiteket, dobjatok ki a folyószámnak kívánatokat. Nyújtottassatok az izmaitokat. Sem. Ne érezzetek bűntudatot, amiért nem tudjátok, hogy mit akartok az élettől. Érdekesebb ismerőseim közül 22 éves korában egy sem tudta, hogy mit akar kezdeni az életével. A legérdekesebb 40-es ismerőseim még most sem tudják. Egyetek kalciumot. Kimérjétek a térdeteket, ha majd serben hagy, hiányozni fog. Lehet, hogy megházasodtok, lehet, hogy nem. Lehet, hogy gyerekeitek lesznek, lehet, hogy nem. Lehet, hogy 40 évesen elváltok, lehet, hogy a 75. házassági évfordulótokon eljárjátok a csirketáncot. Akár így, akár úgy, ne ünnepeljétek magatokat, de ne is ítélkezzetek túl szigorúan. A választásotoknak 50% az esélye a sikerre. Mindenkinek ennyi az esélye. Sziasztok! Ezt a szöveget kell nektek felolvasnom. Élvezzétek a testeteket. Ezzel maximálisan egyetértek. Minden elképzelhető módon használjátok ki. Ezzel azért vitatkoznék, hiszen vannak olyan eszközök, olyan módszerek, amiket azért nem mennék igénybe. Ne féljetek tőle, és attól sem, hogy más emberek mit tartanak felőle. Igen, nem foglalkozatok mindig más emberek véleményével. Ezt pontosan így van. Ennél nagyszerűbb eszköz úgysem került a birtokotokba. Valóban, hiszen mindennek az alapja a testetek. Ha egészségesek vagytok, sok mindenre képesek vagytok. Táncoljatok akkor is, ha csak a nagyszobában tehetitek. Így van, táncoljatok, sokat nevessetek, sportoljatok, és sokat tanuljatok. Sziasztok! Olvassátok el a használati utasításokat akkor is, ha nem tartjátok be őket. Ne olvassatok szépségápolási irodalmat. Attól csak csúfnak érzitek magatokat. Ismerjétek meg a szüleiteket. Nem tudhatjátok, hogy még meddig lesz erre módotok. Legyetek kedvesek testvéreitekhez. Ők kínálják a legjobb kapcsolatot a múltatokkal, és nagyon valószínű, hogy együtt kell maradni velük a jövőben is. Legyetek tudatában, hogy barátok jönnek, barátok mennek. De ahhoz, a pár értékes barátotokhoz mindenképpen ragaszkodjatok. Dolgozzatok keményen, hogy életmódbeli és földrajzi hiányaitokat áthidaljátok. Minél öregebbek lesztek, annál inkább szükségetek lesz azokra az emberekre, akik ismertek titeket, amikor még fiatalok voltatok. Átmenetileg költözzetek New York Citybe, de jöjjetek el onnan, mielőtt túlságosan megkeményednétek. Költözzetek Észak-Kaliforniába, de jöjjetek el onnan, mielőtt elpuhulnátok. Utazzatok. Törődjetek bele, hogy léteznek alapszabályok. Az árak emelkednek, a politikusok lódítanak, és hogy ti is megöregszetek. És amikor megöregedtek, az a morfondíroztok majd, hogy amikor fiatalok voltatok, az árak nem emelkedtek, a politikusok tisztességesek voltak, és a gyerekek tisztelték az időseket. Tiszteljétek az időseket, ne várjatok, hogy valaki majd gondoskodni fog rólatok, lehet, hogy megbízható a jövedelmetek, vagy lesz egy gazdag hitvesetek, de azt sohasem tudhatjátok, mikor apad el a pénzforrás, ne sokat vesződjetek a hajatokkal, különben 40 éves korotokra úgy néz majd ki, mint egy 85 évesé.
Legyetek óvatosak, hogy kinek a tanácsát fogadjátok meg, de legyetek türelmesek azokkal, akik a tanácsot adják. A tanács a nosztalgia megnyilvánulási formája. A tanácsadás pedig horgászás, a hulladékból kikotorjuk a múltat, letörölgetjük a rút részeket, átmázoljuk, és újra felhasználjuk, hogy többért, mint ami bekerült. És hallgassatok rám, használjátok fényvédőkrémet.